Az értelem általi megismerés Az értelem, a lélek általi megismerés, a gnózis, vagyis a tudás, tudatosság, öntudat megismerése és elsajátítása teszi lehetővé a hit komplexitásának megértését. Az értelmes megismerés a hit ősformája. Így a hit misztériuma egyben a gnózis misztériuma is, a gnózis misztériuma pedig a szeretet misztériuma. Ugyanis amit ismerünk, azt szeretjük, és amit szeretünk, azt meg akarjuk ismerni. A megismerés és annak szükségessége tehát belefoglaltatik a szeretetbe. A tudat, az önmagunkról szerzett tudás, akárcsak a világ és annak változó állapota is bennünk van. Így az öntudat feltételezi az embernek önmagáról, a másik teremtett emberről és a szakralitásokról való gondoskodást is. Amint Jean-Yves Lelap bevezetés az igazi filozófusokhoz című könyvében megjegyzi, a szeretet e formája ismeretlen azok számára, akik nem szabadultak fel az én hatalma és illúziója alól. A szeretet jelenti az egy képét és hasonlatosságát, amikor az ember megtalálja szellemiségét és önzetlen szeretetét. A szeretetben áll helyre a rend, ahol nincs ok és okozat, ő és én, csak egység van, mert mi vagyunk a szeretet forrása is, és befogadói is. Az értelmes szeretet pedig a tudatos vagy gnosztikus szeretet. Beavató mesterünk emberré válásával mutatta meg nekünk, hogyan kell megistenülnünk, a keresztény fogalomban ez a teózis, azaz, hogyan fedezzük fel magunkban univerzális énünket, hogyan egyesítsük az okot és okozatot, a célt és az eszközt, a relatívumot és az abszolútumot, a teret és az időt. Erről az egységről, egyetemességről szólnak az evangéliumi tanítások. Alexandriai Kelemen szerint az igazi keresztény gnosztikus. Viszont akik a gnózust megtagadták, viszont akik a gnózist megtagadták, a teremtett szellemet tagadták meg, az univerzális én megismeréséhez szükséges tudást, az értelmet. Gnózishoz, értelemhez, az juthat el, aki felébredett és elindult visszafelé az egyhez. Gnosztikusnak mondhatók azok, akik a világot és benne magukat is egynek látják, akik szintézisben és körkörösségben, nem linearitásban gondolkodnak, például az a zenész, aki ritmust és harmóniát komponál, az a matematikus, aki a számok mennyisége mellett keresi a számok minőségét is, az a geometrikus, aki a térben az időt fürkészi. A gnosztikus, az egy hagyományának őrzője, ezért nem tévesztendő össze a gnoszticizmus képviselőinek felfogásával. A második században már ismerték, hogy az értelem hithez vezet, a hit gnózishoz, ez pedig a feltétlen szeretethez. Mai értelmezésünkben a megismeréshez gnózis, tudás kell, a tudás pedig a tudatból, vagyis öntudatból származik, ami a hit. A hit vezet el az értelemhez, az univerzális énhez. A hit tehát értelmes, a hit nélküliség pedig értelmetlen. Mindezeknek természetesen nincs közük a racionalitáshoz, az észhez vagy az észszerűséghez. Az értelem általi megismerésben a nyugati és keleti vallások jelentős mértékben különböznek. Például a nyugati vallások erkölcsi tanításaival szemben, amely inkább az individuális ént erősíti, a keleti tanítások mindig az univerzális ént erősítik az emberben, ugyanis arra tanítanak, hogy egy. Olvassunk el minden könyvet, amely vallásról, gondolkodásról, szellemről, lélekről szól. Ne legyünk tekintettel az egy vagy a másik vallás külsőségeire, szabályaira, dogmáira, szokásaira és szertartásaira. Ismerjünk meg mindent, és vizsgáljunk meg mindent. Hallgassunk meg a gondolkodókat, papokat, bölcseket, filozófusokat, Aszkétákat és misztikusokat, és mérlegeljük azokat. A gondolatokat rostáljuk meg, és ami maradt, azt éljük át, teljes mértékben. Azonosítsuk magunkat velük, és csak akkor bíráljunk, ha már túl vagyunk rajtuk. A sok tanítás közül válasszunk ki egyetlen egyet, a többit tegyük félre. Kettő Elégedjünk meg szerény életkörülményeinkkel, legyünk alázatosak, ne tolakodjunk és ne rohanjunk. A világ nagyjaitól, hírességeitől, a miniszterektől, államférfiaktól, sztároktól tartsuk távol magunkat. Mert aki ma miniszter, államférfi vagy sztár, az holnap már nem az csak a jelentéktelennek minősített külső körülmények teszik lehetővé, hogy az ember gondolata a legmagasabbat elérje, és a föld minden fényén és dicsőségén túlemelkedjen. 3. Legyünk vágytalanok földi dolgokban, ne igyekezzünk megtartani semmit. Gazdagság, szegénység, dicséret, megvetés mind úgy is elmúlik. Kerüljük a bánatot, a bánkódást, a bűntudatot, mert tudnunk kell, mi vagyunk az öröm és a bánat forrása is. 4. Az emberiség viszályait, a vélemények sokszínűségét, a szenvedélyek harcát szemléljük nyugodtan és indulatok nélkül. Úgy kell gondoljuk, hogy ez a sokféleség az ember individuális egójának megnyilvánulása a világot lássuk úgy, ahogy valaki a hegy csúcsán áll, és a mély völgybe néz. Azt az állapotot kell elérjük, hogy magunkban valósítsuk meg az ürességet, vagyis a teljességet. Aki magában a teljességet tudja, az individuális egóját már levetette. Nem látja már sem a dolgokban, sem az emberekben, sem önmagában. Ha nincs individuális egója, akkor nincs anyagi vágya, szenvedélye, kívánsága, individuális célja és gondolata, mert mindezektől megszabadult. Egy feladata maradt a visszatérés. Mindenki végig gondolhatja, hogy a lélek, értelem általi megismerésében milyen öntudattal és tudatossággal rendelkezik ahhoz, hogy elmondhassa. Nem vagyok sem keleti, sem nyugati, sem déli, sem északi. Nincsen vallásom, nem vagyok porból, és nem leszek porrá. Nem ezen a világon vagyok itthon, hanem otthonom a térben van, ahol az egyel egy leszek.